Jó, a legelső könyvből lehet, hogy ma... Te édes, rám fókuszáljál. Sziasztok, Matilda vagyok, és ez a fotel, ez nem fog itt maradni. Ez nagyon rossz helyen van most. Ideiglenesen van itt, de ezt most fogom eltakarítani innen, mert gondoltam majd jó lesz, tudok majd videózni tőle, de nem, mert baromi rossz helyen van, baromi rosszul rátszódik tőle, hát nem jó, mindegy, lényegtelen. Igen. És igen, ezek cicafülek akarnak lenni. Úgy néz ki inkább, mint egy nyuszi vagy egy disznó, de abúgy cicafülek. Gondoltam, ha már tegnap Halloween volt, akkor megtartom a cicafüleket az októberi összegzésre, mert az olyan odaillő. Igen, minthogy ez a videó az októberi összegzésem lesz. Októberben amúgy sokkal több könyvet kezdtem el, mint amit befejeztem. Sajnálatos módon, de így is kiolvastam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 könyvet. Aztán az ide egyik legalacsonyabban basszus. Na igen, jó, haladjunk sorba, az nekem a legegyszerűbb, a sorba mondom végig őket. A legelső könyv az, még lehet olyan, amit előző hónapban kezdtem. A legelső könyv, amit befejeztem a hónapban, az hát egy barangolás rész lehet majd lesz belőle, nem biztos, mert annyira nem jött be a könyv, és így nem érzem úgy, hogy érdemes lenne belőle barangolás Amerikában részt csinálni, de ez egyébként Guillermo, ha jól mondom a nevét, Guillermo del Toro-tól és Cornelia Funk-tól a Fauna labirintusa. Ez nincs lefordítva maga a könyv magyarra, de ez egyébként egy olyan könyv, amit filmből írtak át, könyvbe. Azért jó barangolásra, hát egyrészt ugye német szerző, de német szerző már volt, hanem azért, mert Guillermo del Toro mexikói. Tehát így félig mexikói, félig német ez a könyv, de az a helyzet, hogy nekem ez a Pan's Labyrinth, tehát nekem annyira nem jött át. Így könyvben nekem nagyon unalmas volt, tehát egy ilyen 6 óra kb. A hangos könyv, de nagyon-nagyon-nagyon vontatottan tudtam végighallgatni, sőt, az utolsó 2 óra, mikor vissza volt, akkor inkább megnéztem a filmet, ami összesen 2 óra, és akkor a maradék 2 órát azt úgy hallgattam még a könyvből, hogy másfélszeres gyorsításon, scripten, mert már annyira dögunalom volt az egész, hogy egyszerűen nem bírtam. Úgyhogy ez nem volt egy túl jó olvasmányélmény, és mivel ennyire nem tetszett, ennyire még nem tetszett barangolásos könyv, mármint, hogy ennyire még nem tetszett. Nem volt még barangolásos könyv, ami ennyire nem tetszett volna. Na, így lesz értelmes ez a mondat. Úgyhogy én nem tudom, hogy van-e értelme egyáltalán belőle barangolást csinálni. Van másik mexikói szerzőm fölírva, úgyhogy lehet, hogy majd inkább, hogyha olvasok másikat is, akkor ilyen 2 könyv egy videóban lesz inkább. Ez egyébként egy ilyen, hát egy ilyen dark fantasy, ami a világháború után játszódik. Azt hiszem a világháború, nem polgárháború után. De is lehet, hogy világháború és polgárháború után, és ez a kislány, aki a főszereplője, ő találkozik ezzel a faunnal, aki így mondja, hogy ő egy elveszett hercegnő, így nagyon régről elveszett hercegnő, és akkor 3 kihívást kell teljesítenie, hogy visszatérhessen az apja birodalmába. Közben meg ott mennek mindenféle dolgok. Őszintén nekem a film se jött be, pedig Oscar díjas, mondjuk, ha belegondolok, annyira nem szoktam szeretni az Oscar díjas filmeket manapság. Szóval igen, ez így annyira nem volt nyerő. Amúgy az a poén, hogy tehát ez volt a legelső könyv, amit elkezdtem októberben, és október végén fejeztem be a hangos könyvet, pedig egy rövid hangos könyvről beszélünk, de annyira nem csúszott, hogy az valami hihetetlen. Következő, ezt viszont most egybeveszem. Befejeztem a Wizards of Fans, azaz Hajdan Valázs varázslói sorozatot. Ugye volt a 3. rész, a Knock 3 Times, aminek magyarul az a címe, hogy a Nukalave pikkelye, talán, igen, és a Never and Forever, ami soha és mindörökké címet visel, talán magyarul. Igazából Cressida Calvertől nagyon szerettem ezt a sorozatot is, viszont nekem a Superior az továbbra is az Így neveld a sárkányodat marad. Jók voltak, de nem tudom, hogy elfogult vagyok az Így neveld a sárkányodattal szemben, de a helyzet az, hogy ez a 2 könyv, meg az egész sorozat, ez a Hajdan varázslói nekem most teljes mértékben olyan volt, hogy tele volt hibával. Mármint ilyen apró hibával, de nagyon idegesítő apró hibával. Egy csomó minden nem lett bennük megmagyarázva, ami szerintem így meg kellett volna kicsit, mert hogy így
mint ilyenekre gondolok, hogy elvileg ugye a warriorok azok nem tudnának varázsolni, ez képest a Queen Sikorax, nem tudom kimondani a nevét, Sikorax, ő csinált egy csomó varázslatot így a könyvekben, tehát hogy nekem ez így annyira fura volt, hogy most akkor hogy, meg miért, meg hogyan, ilyen tényleg, tehát hogy na mindegy, szóval igazából a negyedik befejező rész az valamilyen szempontból nekem csalódás volt a sorozatban, nem azt mondom, hogy rossz volt, mert 4 csillagot adtam rá, de hogy így csalódás ért a befejezéssel kapcsolatban, így nem tudom, olyan meh volt az egész. Szóval nem volt rossz maga a sorozat, én nagyon szerettem ettől függetlenül, de ha választanom kell a hajdanvarázslói és az így neveld a sárkányodat között, gondolkodás nélkül az így neveld a sárkányodat, az 1000-szer jobb még így is, tehát hogy az annyira jó, és az szerintem sokkal jobban ki van dolgozva, sokkal jobban át van gondolva, lehet azért is, mert több részt sokkal jobban át lehetett vezetni bizonyos dolgokat a sztoriban, mint ezekben, amik hosszabb részek, viszont jóval kevesebb, úgyhogy valamilyen szinten itt csalódással gondolok erre a sorozatra, de hogy amúgy meg jó volt, ilyen kettős érzelmeim vannak velük a kapcsolatban. Szóval, a következő könyv az a Lumberjanes, azaz Cserkeszterek 8. része volt, amiből ugye még csak egy van kint magyarul, tehát én most a 8. részét elolvastam, és gondolkodok, hogy egyáltalán abban, ja, tudom, mi történt, ja. Igazából ezen a ponton az, hogy most melyik rész milyen volt, így szerintem kicsit felesleges részleteznem, mert hogy így 8. rész, a konkrétan a sorozat közepe, tehát a lényeg, hogy mindig nagyon szeretem, csak hát most nem haladtam többet, pedig haladhatnék. Olyan rövidek, és gyorsan be lehetne őket fejezni. Ez katasztrófa lesz az a videó. Rajtam. Oké, kamera? Tartsd meg rajtam. Tudom, hogy elfordítom a fejem, és akkor azért fog átmenni, de... Oké. Következő könyv, amit befejeztem, az Natalia Serbától volt az Órakulcs. Ez egy ukrán szerző, tehát erről lesz külön barangolás Európában rész, viszont már van egy vlog erről a könyvről fönt a csatornán, amit ide be fogok linkelni. Mégpedig egy író-olvasó találkozó Natalia Serbával vlog. Úgyhogy azt ajánlom figyelmetekbe, egy kicsit már abban is beszélek a sztoriról. Előzetesen annyit elárulok, hogy nagyon-nagyon tetszett ez a könyv. Már elkezdtem a második részt is, de abban még nagyon csak egy fejezetet haladtam. Illetve már megvan a harmadik rész is, megkaptuk az Európától, úgyhogy ez novemberi projekt lesz ezt a sorozatot, a maradék két részt, ami egyelőre ki van adva magyarul befejezni. Nagyon jó könyv, de majd megtartom ennek a részletezését az a barangolás részre. És 2 hangos könyvet fejeztem még be a hónapban. Az egyik egy karácsonyi könyv volt, a Faun labirintusa után annyira kellett valami nyál, ami rövid és nem unalmas, és olyan valamennyi élvezetet nyújt. Úgyhogy konkrétan beírtam scriptbe azt, hogy karácsony, és amit kidobott, így megnéztem, aztán egyre találomra rányomtam. És a nyertes hangoskönyv az a The Christmas Date című hangoskönyv lett, vagy hát könyv lett, Camilla Eily-tól. Camilla Eily, ahogy néztem, ilyen rövid, romantikus, vicces, romantikus, nyálas könyveket írogat. Úgyhogy úgy voltam vele, hogy jó, akkor olvassuk ki ezt. Az sem úgy nem volt rossz, tehát én tök szórakoztatónak találtam, mert ilyen guilty pleasure volt igazából, tehát hogyha valakinek megvannak, amikor így karácsony előtt, novemberben ugye jönnek ki ezek a karácsonyi romcom filmek, akár Netflixen, akár a Hallmark filmek, ugye azokból ilyen töménytelen mennyiség szokott lenni. Na, szóval ez a könyv az olyan volt, csak a nem nagyon trash kategória, hanem még az a valamennyire élvezhető trash kategória. Egy kicsit féltem attól, hogy esetleg valami 18 pluszos is lesz benne így jobban, de szerencsére nem volt, tehát hogy így nem volt ilyen surprise, vagy ilyen meglepetés, hálószoba részletezett jelenet, úgyhogy annak örültem, hogy nem olyanba sikerült belefutnom. Szóval összességében jó volt. Igazából maga az alapsztori az, hogy ez a kamu kapcsolat, ez a tegyünk úgy, mintha kapcsolatban lennénk, felbérel a Chelsea egy csávót, hogy tegyél úgy, mintha a pasin lennél, és nyilván ez. Ez amúgy az egy kedvenc trópom. Inkább filmekben, mert még olyan könyvet, amiben nagyon jó volt kivitelezve, nem láttam, vagy nem olvastam.
mindig félek az ilyenektől. De hogy amúgy ez tök jó volt ez a hangos könyv, úgyhogy ha valamilyen nyálcsorgatósra vágyik az ember, akkor annak teljesen tudom ajánlani. Jó, és igazából az utolsó könyv, ami egy nagyon-nagyon rövidke kis hang. Egy nagyon-nagyon rövidke kis hangos könyv, az a Proféta Khalil Gibrantól. Na most ebből is elvileg lesz majd egy barangolás részem, mert ez egy libanoni szerző. Ez konkrétan egy másfél órás hangos könyv, de szerintem, hát, 100 oldal, szerintem túlzás, 100 oldalas, tehát nem tudom, hogy milyen lehet fizikai példányban kiadva, de hogy nagyon-nagyon rövid, mondom, tényleg másfél óra alatt felolvasta nekem a narrátor, gyorsítás nélkül. Ez gyakorlatilag egy olyan könyv, amiben van ez a proféta, van ez az emberünk, aki itt van egy városban, és hogy őt ott ilyen profétaként tartják számon, valami ilyesmi volt a könyv. És akkor gyakorlatilag a fő törzse magának a könyvnek az az, hogy az emberünk így ott van egy... bemegy a városba, és akkor ott köré gyűlik egy csomó ember, és hogy, mert hogy olyan nagyon jó dolgokat szokott mondani, és akkor így kérdezgetnek, hogy meséljen erről, arról, tehát beséljen a szeretetről, beséljen a gyerekekről, beséljen a munkáról, meg ilyenekről, és akkor mondja az okosságokat. Gyakorlatilag ez az a másfél órányi ebből a könyvből. De amúgy nem volt rossz, meg mondott jó dolgokat, amire én is így bólogattam, hogy ja, ez amúgy egy tök jó gondolat, csak nem volt egy kiemelkedő olvasmány. Ez a 7 könyv volt az, amit befejeztem ebben a hónapban. Kommentben pedig írjátok meg, hogy ti milyen könyveket olvastatok ki októberben. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!